kitüntető címeket és díjakat adtak át Siklóson. Az ünnepséget a város 45. születésnapjához kötötték, ugyanis 1977. április 1-én kapta meg a település a városi rangot. Ezzel az eseménnyel veszi kezdetét egyébként a háromnapos kulturális, illetve gasztró eseménysorozat is. Az átadáson elsőként a díszpolgári címet osztották ki, melyet Bender Józsefnek ítélt oda a képviselőtestület. A kitüntetést fia Bender Attila vette át, a díjazott ugyanis posztumusz kapta az elismerést. A sport útján, akár a politikai síkon, vagy akár a különböző borászati rendezvényeken, meg ő volt az első borút elnöke, ő volt a siklósi tenkeshegyközségnek az elnöke. Ezek mind olyan feladatok voltak, és társadalmi feladatok, amiket ő ellátott és sikeresen végigvitte. A díszpolgári cím mellett még számos díjat osztottak ki, mint például a Battyány Kázmér emlékére, a dr. Fejes János közszolgálati díj, vagy a Siklós város gazdaságáért díj. De említhetem itt a város kialakulásában tett elévülhetetlen érdemeket, ami különböző városrészek felépülésében, például a DDC gyárhoz, a cementgyárhoz, illetve az ott dolgozók közösségéhez kapcsolódik, vagy kiemelhetném például azt is, hogy az elmúlt két évben az egészségügyi vonalon kik és milyen tevékenységet hajtottak végre itt a veszélyhelyzet vonatkozásában, is vállaltak plusz feladatot azért, hogy óvják, védjék a siklósiak egészségét, de egyébként a sport vonalán is kimagasló tehetségek és csodálatos életpályák kerültek elénk. A kitüntetések átadását Tehetséges Fiatalok műsora is színesítette. A következő napokban pedig várják a siklósiakat és a turistákat is a hagyományteremtő városnapi rendezvényekre.